Novák előtt, a mi hazánk képviselője, önni a szó képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, jelenlévő néhány képviselője, egyetlen egy sincs itt a kormánypártok soraiból, a Honvédelmi Bizottságból. Így tárgyaljuk most a honvédelmi törvény gyalázatos módosítását, és most már eljutottunk oda, hogy lelepleződtek teljesen egyértelműen. Nyilvánvalóvá vált, hogy nem csak, hogy a jövőben az országgyűlés döntése nélkül küldhetnek katonákat akár Ukrajnába, de tehetik mindezt titokban. Az előterjesztés 6 per C paragrafusa szerint még a magyar közlönyben sem kell közzétenni az erről szóló kormány döntést, a jövőben ugyanis nem kell országgyűlési döntést, de még a kormány döntést sem kell közzétenni, ha az minősített adatot tartalmaz, már pedig jócskán szokott egy ilyen határozat minősített adatot tartalmazni. Önök ma már mindent minősített adatnak tekintenek szinte, ami a honvédséggel kapcsolatos. Korábban például még feltehettem kérdésként, és válaszoltak is arra, hogy mi a honvédség rendfokozati megoszlása, mennyi tábornok van Magyarországon. Ma már ez is minősített adat, ma már minden hadititok, ma már semmiről nem lehet beszélni. És a jövőben, tehát azt sem fogjuk megtudni ezen előterjesztés szerint, ha például Ukrajnába küldenek katonákat. Ami nem is olyan abszurd, hiszen például a szlovák védelmi minisztertől kellett megtudjuk, hogy Magyarország titokban ukrán katonákat képez ki Magyarországon. Ezt persze Orbán Viktor próbálta kimagyarázni, amikor ez a lelepleződés megtörtént, de teljes tudatlanságáról tett tanúbizonyságot, amikor úgy fogalmazott, hogy ukrán harctéri orvosok kiképzése zajlik Magyarországon. Hiszen a harctéri életmentő katona az nem orvos, államtitkár úr, és bár múltkor plenáris ülésen egy szóval sem volt hajlandó válaszolni, a bizottságban legalább annyit próbált állítani, hogy ön szerint nem csapatmozgás az, hogyha ukrán katonák érkeznek Magyarországra. Márpedig abszolút-e az, nem csak egy ellenséges művelet, de külföldi katonák magyarországi kiképzése is teljesen nyilvánvalóan együttes csapatmozgást jelent. Egyébként nem csak a NATO-ban, de a világ bármely táján az orvosokat biztonságos távolságban tartják a harcterektől, tehát igenis nem orvosokról van szó, hanem harctéri életmentő katonák kiképzéséről. Magyarországon tehát igenis ukrán katonákat képeznek ki, vagy képeztek ki, nem kötik most az orrunkra, hogy hiába kérdeztem a lelepleződésük a szlovák védelmi miniszter elszólása után, írásbeli kérdésben is, hogy hány katonát képeztek, mikor, mennyibe került ez, hol képezték őket, ezekről nem kívánnak jelentést tenni, még az országgyűlés nemzetbiztonsági ellenőrzésen átesett honvédelmi bizottsági tagjai részére sem. Viszont bár próbálták kozmetikázni a lelepleződésük után, hogy harctéri orvosokat képeznek ki, de mondjuk ki, hogy az ukrán katonáknak határ átlépéssel járó csapat mozgása a magyarországi kiképzés, amit az akkor hatályos és a jelenleg is hatályos jogszabályok szerint az országgyűlésnek kellett volna jóváhagyással engedélyeznie. Hát majd ezután nyilvánvalóan a kormány ezt megteszi, akár titokban. Viszont jogsértést követtek el azzal, hogy beengedték ide az ukrán katonákat, és még ki tudja, hogy kiket titokban. Korábban ugye azt ígérték, hogy nem lesz katonai felvonulási terület, aztán egy kormányhatározattal előbb a Dunáig, végül egész Magyarország területére engedélyezték a NATO harccsoportok bevonulását az Ukrajnában zajló amerikai-orosz háborúra adott válaszként. Magyarország elveszíti, egyre jobban elveszíti nem csak semlegességét, de úgy tűnik, hogy önrendelkezését is. Külföldről diktálnak, és ide vezet az, hogyha most már az országgyűlés sem vitathatja meg azt, hogy katonákat küldjünk-e külföldre, mondjuk egy EU-s vagy NATO szövetségre való hivatkozással, egy egyszerű kormány döntéssel, akár titkosított formában ezt megtehetik. Mert bizony, valójában már ezt Kósa Lajos próbálta múltkor védeni, tagadni, és még a magyar rádiót, a közszolgálati rádiót illette kritikával, hogy az bemert számolni arról a valóságról, hogy önök megszüntetnék az országgyűlés hatáskörét ebben. Most már nincs itt, most már nem tagadja, a bizottságban sem tagadta már, most már az az államtitkári védekezés inkább az a frontvonal a hatályos, miszerint hát igen, ezt mégiscsak elvennék az országgyűléstől, de hát van ez így máshol is az országban, a világon. Természetesen mindenre és az ellenkezőjére is lehet nemzetközi példát hozni.
mi viszont mégiscsak joggal sérelmezzük azt a Mi Hazánk mozgalom nevében, hogy az országgyűléstől elvonnák ezt a hatáskört. Ráadásul meglehetősen sunyin, hiszen nem csak hogy a 3 perces előterjesztésben egy szót sem szólt erről múltkor államtitkár úr, és most sem, sőt a Honvédelmi Bizottságtól senki nincs itt, és egy egészen más bizottság képviselője ma az előterjesztő. De mondjuk ki, hogy a javaslat is az általános indoklásban diszkréten kerüli ezt a témát. A lényeg azonban valójában inkább a 3. paragrafusban keresendő, miszerint egy tavaly novemberi alaptörvény módosításra hivatkozással, tehát a csapatmozgáshoz rendelt, csapatmozgással kapcsolatos, az országgyűléshez rendelt engedélyezési korok jelentős része átkerülne a kormányhoz. Tehát például igenis a honvédség külföldi, például ukrajnai bevetése országgyűlési döntés nélkül is lehetséges volna. Éppen ezért szerintünk elfogadhatatlan ez a javaslat. Szeretnénk, hogyha választ adnának arra, hogy ez a háborúpárti álláspont előterjesztés, ez miért szükséges, mire készülnek valójában. Most már be is avatkozna Magyarország az orosz-ukrán háborúba, az ukrán fél oldalán, vagy pedig továbbra is csak olyan sunyi módszerekkel teszik ezt, mint az Európai Unión keresztüli finanszírozással, Oroszország szankcióinak támogatásával, és még sorolhatnánk. Várom érdemi válaszukat. Tehát lezárom, és akkor megadom a szót Varga Tamás Honvédelmi Minisztérium államtitkárának, aki az elhangzottakra kormány nevében fog válaszolni. A Novák előtt képviselőtársának pedig azt szeretném elmondani, hogy ha képzésre, kiképzésre, tanulmányok folytatására érkeznek katonák kis létszámban, akkor az nem csapatmozgás. Nem csapatként jönnek, nem egységként jönnek, hanem egyesével érkeznek. Számos országból érkeznek katonák különböző képzésekre, kiképzésekre, és ez nem tartozik a csapatmozgás fogalmába, nem is titokban érkeznek. Tehát azt hiszem, hogy ennek a felvetésnek sincs köze ehhez a előttünk fekvő törvényjavaslathoz. Úgyhogy köszönöm szépen azoknak a képviselőtársainak, akik támogatják, és arra kérem, hogy a szavazáskor is támogassák javaslatunkat. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm szépen, Varga Tamás államtitkár úr.